Hello mindenki, itt viccelek és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt egy újabb kis TF2 videó, méghozzá veletek, nézőkkel, ami azért elég komoly, ugyanis van pár nagyon-nagyon szerencsés kiválasztott, akiknek lehetőségük van arra, hogy benne legyenek a videómba, úgyhogy hát gratulálok nektek. Igazából az történt, hogy valaki mondta nekem, hogy van valami Halloween-es mod, ugye? Tudtam, hogy lesz, de nem tudtam, hogy már benne van. Úgyhogy feljöttem, megnéztem, stb. És feljöttem egy német szerverre, német, de hogy is magyar szerverre. Ugyanis kerestem egy olyan szervert, amin kevesen vannak, német, gondolom az, hogy jó lesz, nem fognak lakolni. Hopp, valakit itt megöltünk. Szóval igazából így kezdődött maga a történet. És mivel csatlakoztam a szerverre, egy mindenki, aki a Steam csoportomban benne van, mint kiderül, Steamről is lehet itt csatlakozni csoporton belül. Így mindenki a Steam csoportomból csatlakozott rám, és így egy full magyar szerver jött létre ismételten. Szóval igazából megtöltöttünk egy ilyen szervert full magyarokkal. Úgyhogy ez hihetetlen nagy teljesítmény ismét. Úgyhogy ezen így igazából elgondolkoztam, hogy ez úgy azért elég komoly. Ezek után tényleg jó lenne egy viccelek szerver, ha bár nem igazán tudnám szerintem karban tartani mindig. Sőt, hát valószínűleg nem nagyon tudnám így hát tényleg, hogy így mondjuk karban tartani dolgokat, szóval valószínűleg az annyira nem egyszerű azért, de ki tudja, egyszer lehet ennek is eljön majd az ideje. Szóval így igazából ott tartottam, tehát hogy ezt így betöltöttük, és itt vagyunk, és itt így el vagyunk. Úgyhogy beszélgettünk meg minden, úgyhogy nagyon szépen köszönöm tényleg annak, aki itt volt velem, és így együtt játszott meg, tök jól elbeszélgettünk, és így rájött egyébként, hogy nekem eléggé szerencsés, és a csatornámon nem lenézésképpen, de nem csak a legfiatalabb korosztály van jelen, hanem full normális ilyen 15-16, akár idősebbek is lehetnek, és tök jól lehet ők játszani, lehet ők beszélgetni minden, úgyhogy köszönöm szépen nektek, akik így követtek engem, megnéztek engem, úgyis nélkületek ez az egész, nem jönne létre mondjuk, akár csak egy ilyen kis közös játék egy délutánon, vagy akár csak úgy bármi. Szóval, hogy, ja. Szóval szerintem kezdjünk is bele, ugye? Eleinte egy ilyen kis bemutatónak indult volna, de meg kellett, hogy köszönjem ezt nektek, ugyanis tényleg 24-ből 23 magyar, sőt már 30-an vagyunk, az úgy komoly, pedig 24 férőhelyes a szerver. Szóval igen, a Halloween-es kiegészítőt láthatjátok, vannak ilyen kis dodgemes játék, vagy inkább ilyen minigémek, mint mondjuk egy Mario Warfare, vagy egy bármi, ami ugye magának a játéknak a lényege, jújjújjúj, vissza, kiestem. És hogyha igazából minden jól megy, akkor pontokat kell gyűjteni, egyébként többféle játékmód is van. Van ez, ahol kacsákat kell felszedni. Ó, és benn maradtam Steamen. Akkor egy pillanatra viszont offline-ba megyek, hogyha nem haragudtak érte. Így. Szóval most itt például a kacsákat kéne összegyűjteni. De van olyan, ahol például gólt kell lőni egymásnak, és van olyan is, ahol fent kell maradni, mert kimegy alul adott alaj. Szóval nagyon sokféle kis minigame van. Ami szerintem rohadt jó, úgyhogy most éppen ezt kaptuk. Ugye egymást ki lehet lökni dodgemekkel, ami magának a játéknak az izgalmasabb része már. Itt van eszkaut, ezt elkapjuk. Ó, hát ez egy demo mellett, de nem baj. Ígyni. Ugye, hogyha ütközünk, akkor kapjuk itt a kacsákat, amiket fel kéne szedni, hogy pontokat szerezzünk. És hát így igazából erről szól a játék. És ugye össze-vissza pattogunk, mint az igazi dodgemmel. Úgyhogy igazán mókás. Ugye szeretnék egy ilyen... Ne vesztettünk, a fenében nekik 8 volt, nekik meg csak, nem most már 9 volt ráadásul. Úgyhogy szeretnék egy ilyen kis 15-20 perces videót igazából összehozni, ugyanis az új mókás lenni, és akkor addig is elmagyarázom a dolgokat. Egyébként tökre jó kis konga vonatot is indítottam itt a szerveren még a videó előtt. Körülbelül 24 emberből itt voltunk, vagy 20-an majdnem, és kongáztunk ott körbe-körbe, úgyhogy ez tökre mókás volt, úgyhogy lehet egyébként lesznek ilyenek, hogy mondjuk arra gondoltam, hogy is lehetett, hogy mondjuk kiírom Steam csoportba azt, hogy srácok, indítok egy ilyen játéknézőkkel sorozatot mondjuk, és mindig kiírom Steam csoportba, amikor éppen van időm, vagy akár megbeszéljük mondjuk, hogy minden második nap 3 órától délután, vagy nem tudom, csak egy példa volt, adok nektek egy IP-t, egy ilyen üres szerv, és akkor ott játszhatnánk együtt, és ez szerintem tökre mókás lenne. Úgyhogy erre gondoltam igazából egy ilyen kis újféle sorozat, mondjuk, hogy tényleg játéknézőkkel, és így írnám mondjuk azt, hogy gyertek most erre a szerverre, és itt el lennénk. És igen, még látjátok, hogy most is itt abban azon gondolkoznak, hogy tényleg az igazi vagyok-e. Bár igazából nem jutoltam mindenkit, magamat is beleértve, úgyhogy most azért nem látjuk, hogy mit írtam. De úgy összességében látnánk, mert ugye az előző videóban is az volt, hogy nem láttam, mit írok, és mondtátok, hogy ilyenkor mit kell csinálni.
Ezt köszönöm szépen, most már azt is tudom. És egyébként igen, itt van Merasmus, mint látható. Egyébként nekünk ugye be kéne vinni ezt az intelligenciát, habár nem a sajátunkat, mert ezt ugye most éppen. Ó, igen, hogyha ide állsz, akkor ez itt így lecsap. Ez nagyon-nagyon vicces. Felveszed, és lecsap rögtön, ugye. Most ügyesek voltunk, és tudtuk, hogy ez az is, ezért nem maradtunk rajta, csak beijesztettük. Ott van valaki. De... leesett, jól van. Ja, persze elfogadjuk, miért is, nem nekem aztán mindegy, de most trédelni nem fogok tudni. Szóval maximum a Steam-emet tudja majd lecsakkolni. Úgyhogy igazából a történetről nem igazán tudok most túl sokat, szóval valójában be nem olvastam és nem is néztem meg a történetet, hogy most mi. De többek között valószínűleg Merasmus-szal kapcsolatos, mint láthatjátok, ő van itt ugye középen. És ebből gondoltam, ugye azért mennyire okos volt, hogy ezt kitalálta. És hát ja, körülbelül ennyi. Az most egyébként valószínűleg megnyerjük, hogyha ezt a szentsőtét sikerül felépíteni. Ugyanis, hogyha ezt leszedik, akkor az tényleg respekt, de szerintem nem nagyon fogják tudni. Csapjon egyet megint. Így. És, na és igen. Ilyenkor történik az, hogy mindenki apró lesz, és késsel kell egymást ütni. Hogy egészen pontosan harmadlagos. Nem, most nem csak harmadlagossal lehet. Akkor most egy olyan kis feature van, hogy nem csak harmadlagossal, hanem akár rakétavetővel is lehet lőni, úgyhogy ez így. Meg fogunk halni, ezért nem lesz túl jó. Felveszük, és elugrunk. Gyönyörű. Sikerült kivédeni a csapdát. Ó, itt azért elég sokat tudtunk belevelni. Oké, nagyon-nagyon jó. Ezt a demoment akarjuk elkapni valamiért, de nagyon. Sikerült is végül. És megint lecsap, és megint feldob minket. És itt vagyunk Merasmusnál. Ajaj. Scout. Ó, vagy találzunk véletlenül, hogy nem is akartam igazából bántani senkit. De hát ez sajnos egy ilyen játék. Úgyhogy ugye mint látható most jelenleg a kocsit, vagy az intelligenciát vinnék be. De mi ezt most megakadályozzuk, így nem igazán tudják. Júj, egy kis 2 HP? Ú, mekkora gyors vagyok. És telefon, de azt hiszem mindjárt vége lesz. És túléli felébe. Szóval így... ja, a telefonok vége, elnézést, de ezt most nem akarom igazából kivágni belőle. Én is fölöslegesnek tartom. Inkább játszunk. És mint hallható, vagy éppen nem hallható, mivel levettem a hangerőt, mert minden. Igen, tolják be a kocsit, ez egy ilyen kis figyelme. Miért mindig kocsit mondok, basszus? Még a payloadon jár az eszem. Szóval viszik be az intelligenciát, ami nem jó. Nekünk most végül is nem vitték be, ugye? Hogy én nem tudom pontosan, ott egy heavy. Az minket nem igazán szeret. Jaj, nekem bevitték. Minden bizonnyal, ezt már nem tudjuk majd visszafogni. De visszatartottuk, mi mindig. Azt komoly. És egyébként még valami elvileg kaptunk valami ingyen cuccot a Steam-től, amit még nem bontottam ki, mert direkt videóba akartam. És ezt is most már fogjuk tudni majd tenni, hogyha minden igaz. Úgyhogy mindjárt kilépünk főmenübe és ezt meg is tesszük, amint lehetőségem lesz rá. Jaj, de én átugrottam, basszus. És ott a minicentre, ami valószínűleg itt a problémát okozza, de tovább már nem láthatjuk ott többé. És elpusztítottam, hohoho. Ez az, ezt a tököt fel kell venni, ilyenkor kritet kapunk, bár pont nincs senki sajnos. De a fenébe, hogy nem voltak ott, igaz, ott nagyon nagy halál lett volna nekik. Jaj. Na nézzük is az új itememet, nem tudom igazából, hogy... hogy is van, ugye tárgyaknál van, nem tudom milyennek a neve pontosan, szerintem. Mi ez, hogy új? Jaj, így jelzi az új cuccaimat, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy használjuk is, hogy is meg is nézzük, mit kapunk vajon. Nézzük. Biztos eltűnik, tudom, nem érdekel, nekem kell, és direkt videóba akartam kibontani. Úgyhogy zsákmányunk nem más, mint... ó, egy spy sapka, ami... ja, ez már be van már így alapban ilyen special, ilyen számlálókkal rakva. Jó, nagyon jó. Vagy a soldier, nagyon tetszik! Rohadt jó! Nagyon-nagyon tetszik. És még valami egy ilyen sniper láb, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Igazából ezt látta már valaki, nem tudom, hogy ki mindenki ugyanazt kapja, vagy sem. Én most ezt kaptam, és nekem nagyon-nagyon bejön. Úgyhogy kapjuk is fel ezt a kis sapkát. Ó, de nagyon jó. Pont megy is a szakállhoz. Nagyon király. Úgyhogy köszönjük szépen, Steam. És ön is a Dodge-em. És ez éppen a foci. Nagyon jó. Most gólt kell ülni az ellenfélnek, és nekem igazából az az élet célom, hogy legalább egyszer eltaláljam azt a labdát. Mert rohadt nehéz belerúgni a labdába. Idézőjelbe. És ott a gól, mekkora nagy gól. Ronaldo gyönyörű gólt lőtt. Jajaj. Nézzük a kapuson. Kapus, azaz, nagyon tájszólás volt. Kapus vajon ott van, de nem volt kapusunk, most már viszont van. És én is beálltam egyébként a kapuba, hogyha valami probléma lenne, akkor tudok védekezni. Te mit akarsz? Menj innen. Igen.
Egyébként sajnos én mindig nem az én sapkámmal, az új sapkámmal rajtam, és még egy gólt lőttük, Ronaldinho is kiveszi a részét, úgy látom. Most egyben ilyen FIFA 15 is, egyben TF2 is, és egyben egy Konga vonat játék is. Hopp, ez azt hiszem egy öngól lesz, de hát... is akartam egy gólt lőni, hát nekem az öngól is megfelel. Én most elnézést, de valóban ezt nem kellett volna, de így lesz legalább izgalmasabb. Annál jobban kell küzdeni. Aki most bálok a labda elé, ne tudjon majd bemenni a kapuba. Egyébként rohadt nehéz irányítani a dodge-omet egy idő után, tehát... Ne! És az is gól! Basszus, 2-2! Most van a nagy döntő gól. A nagy 2014-es világbajnokság. Jaj! A fenébe kiestünk. Ajaj, problémás lesz itt a helyzet. És nyertünk. Nyertünk végül is. Úgy látszik, lőttünk még egy gólt. Azt nézd, 23 ponton és második lettem. A pontokat amúgy mire adja? Találatokra, vagy hogy csinálja? Nem tudom pontosan, de nem baj. Most viszont már meg, hogy kapjuk elvileg az új sapkánkat, ugye? Úgy van, ott az új sapkám, nagyon-nagyon jó. Habár a mini ikonunkon még továbbra sem jelzi, de nem baj. Ó, és már 54 ezredikek vagyunk, ez nagyon jó. Ezért tettem fel a szer, hogy 54 ezredik lehessek. Itt van valamilyen speciális cucc. Ó. Azt ugye előttük, azt hiszem. Ide szépen beugrok és benyomjuk ezt a specialt. Nézzük. Ó, hát ezt nem kellett volna, mert ez egy ilyen über, és hát gyógyítás volt. De nem baj, heavy-t ott elkaptuk ügyesen. Ott van az, ami nekem kell a crit. És itt egy sentry, és nem vettem észre, és ott van még. Jó, oké. Most bemértük, és legközelebb elkapjuk szépen. És most már a mini karakterünkön is látható a sapkánk, amit most kaptunk. Úgyhogy ennél jobb már nem is lehetne. Ugye ott van fent egy sentry, még továbbra is lehet hallani. Ugye azt a tököt kilőjük, akkor az elvek felrobban, nem? De felrobbant, és meg is öltjük az embert, és még az őrtornyot is. Oci, bocsi, cica fiú. Jó, kis neved van, basszus. Ja, hát ez egy igazából... Ez most jól kijött, de valószínűleg meg fogják vinni az intelligenciát, és most nem a kocsit. Úgyhogy még éppen időben el is ment a hangom. Ne, hol a sentry, ott a sentry, de csak mini sentry, és elkaptuk, nagyon jó. Ujaj, itt egy crit, gyönyörű, meg hát ez kicsit szebben is kiterezhettük volna. Szóval én szok egy picit, hogyha nem haragudtok meg érte. Oké, fantasztikus, mehet is tovább. Úgyhogy, közben betolják a kocsit, az a baj. De miért mindig kocsit? Közben beviszik az intelligenciát sajnos, hogyha nem vagyunk elég ügyesek. De hát igen, nem voltunk elég ügyesek. Mi? Strongman? Jól láttam azt a kiírást? Szóval itt a Strongman volt, ahova bevitték. Egyébként ki akarom próbálni ezt a sniper cuccomat is. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hát most nagyon a sajnos a szemüvegednek, hogy áldozzuk. Nézzük. Ez nagyon-nagyon brutál, rohadtul tetszik. Köszönjük szépen akkor ezt a Steamnek, hogy ilyet kaptunk, hogy gondolt. Úgy közben nagyban már megy a kacsagyűjtés, basszus. Na srácok, még jó, hogy nem estünk le, pedig meg sem mozdultunk. Ezeket a kis cuccokat fel kell egyébként szedni, mert olyankor lehetőségem arra, hogy mondjuk kiesne a pályáról, akkor visszagyere. Ajaj. Ott van hátul három darab is. Vagy legalább az egyik a miénk lesz, úgy érzem. Igen, halljátok ezt a csörgést, hogy ezt benyomom, akkor elvileg ejtőernyőzni fogunk. Ki fogjuk majd próbálni, amint időn lesz rá. Ugye most egyfolytában roboljuk tőlük a pontot. Oh, visszajöttem. De ez most nem az ejtőernyős spell volt, hanem egy ilyen kilőttem valamit dolog. Oh, most milyen sokáig tudok itt élni. Jaj. Ne. Buktunk? Aztán buktunk. Red csapat győzött, úgyhogy akkor a blue csapat valószínűleg vesztett. Bárki tudja. Szóval igen, ez az, amikor lehet így szépen repülni ezzel. Tökre jó, mi? Na és akkor most pedig bekeményítünk sniperrel. Várjunk csak. És így is lehet kongázni, mekkora már. Ez nagyon nagy, és ez a strutz táncol. Na jó, egyébként ők éreztétek előző videóban, hogy igen, átállítottam a fogot 80-ra, úgyhogy jól láttátok. Ó, az nem lett sajnos jó. Ezt nem tudtuk előni fejbe. Ismételten elrontottuk, mert hát nem is mi lennénk. Oda kéne úgy felmenni szerintem abba a toronyba, és onnan lehetne szépen így csipegetni. Pontanul is egy kis spell. Aha. Jó, gondolom erre kell jönni, hogyha jól érzem. Jaj. Szentrike bizony. Én ott nem akarom igazából. Úgyhogy ezt el kell pusztítsuk, és igen, itt is vagyunk a toronyba, bár sajnos úgy látszik, hogy most meg fogunk halni. És be fogják még megint az intelligenciájukat. Főleg, hogy nem tudok odaérni időbe. Szentri épül, Szentrinek vége. Bocsi. Ott egy engineer, akit el kéne lőni. Ó, kilőtt. Azaz, nagyon jó. Demo már nagyon-nagyon szép munkát végzett, úgy látszik. Ez egyfejes.
és nincs meg a második fejes, de most elég egy... Jó, megvan a második fejes, de most elég lehet egy testlövés is, azt hiszem. Most, ami valamiért nem tudok nagyon ügyesen ülni sniperrel, sajnos. Látjátok, ez se jött össze, és nem baj, mert leszették végül is. Ó, te nekem gyanús vagy, jó, semmi baj. Jó, ez megvan. Ó, és pont szintet is lépett a fegyverem, nagyon-nagyon jó. Az megvan. Itt is még van valaki. Hol van, hol van? Ájjaj, ezt quickscope-olni kellene, csak azt nem igazán tudok. Ó, helyet cseréltünk, azt hiszem. Elkapjuk szépen. Nem kapjuk el szépen. Ne! A fenébe. Nem volt már lehetőségem rá. És nagyon-nagyon elbambultam, és észrevettem, hogy itt valójában már túl sokan vannak. Ó, nem baj. Épült is egy jó kis szentre, lehet a legjobb helyre. Mondjuk az előbb a tulajdonban voltam, úgyhogy lehet most is átfél menjek oda. Jaj! Jó, ezt most nagyon benéztem. És itt egy spy. Hát én nem akarom igazából, hogy megöljük itt egymást. Vagyis hát, hogy megölj engem. Kaptunk egy kritet. Ezt nem sikerült használni sajnos, nagyon elsiettem. Ne, felrántottam túlságosan, pedig ezt fejbeszedtem volna. Jó, igazából szinte visszamegyünk oda szépen fentre, ahol nincs több... de van. Nem, ahol nincs teleport, egy külötre azt hittem. Úgyhogy, ja. Kíváncsi vagyok most, hogy lesz elsőleges fegyver is. Van. Most viszont víz alatt vagyunk, mekkora. Viszont itt sokkal nehezebb lesz minden fejből, nem igazán érzem, hogy hol van az embernek a feje így. De viszont így is tudunk zoomolni, ha közben úszunk. Na nézzük. Aha, kicsit felé kell, hogy lőjek, tehát kb. Így, igen. Ó, oh, itt közben valaki oldalba jött, még egy csészre se vettem. Az igen, bravo magamnak. Oké, és kicsit lejjebb, oké. De tiszta jó, hogy a struc hajtja így igazából a sniperünket, nagyon komoly. Nekem nagyon-nagyon bejön ez a játékmód, úgyhogy lehet, hogy több videó is lesz. És lehet, hogy egyszerre felveszek mondjuk egy három részt, és azt tépni majd beadagolom nektek. Ki tudja. Most igazából akkor is úgyis jó. Na, nem bírom megütni se. Nem mondod. Hát ez nagyon szánalmas, amit itt produkáltam hallod. Egyszer nem bírtam eltalálni. Igazából simán meg lehetett volna, csak nem sikerült egyáltalán. Na mindegy, menjünk akkor vissza. Mindjárt gyorsabban. Ott van egy. Több nincs. De ott van még egy. Aj, nem adtam be, vagy nem tudtam felbelülni. Úgyhogy ez sajnos tovább ment. Jó, hogy így most el tudunk itt sunnyogni, akkor még lehet, hogy el is érünk valamit. Mondjuk azt, hogy onnan leszedjük őket. Ez nem jött össze. Ajaj. Ne, basszus, nem figyeltem oda. Jó, most igazából nem akarok itt egyfolytában spy checkelni. Én inkább azt figyelem, hogy benne vigyék. Úgyhogy felkapok egy visszavágót, vagy nem tudom, ennek a neve. Hát, mi ez? Visszavágó, igen. Emlékeztem pontosan a magyar névre, általában egyébként mindig az angol nevét tudom, és a magyar nem, mert elég vicces magyar fordítások szoktak előfordulni, mint mutatjátok is. Na, most ne szórakozzunk már. Na, még mindig követsz? Na most akkor most ne kövess. Így, né? Ja, hogy én alázom már, akkor lehet, hogy azért követed, hogy... De nem, még csak most kezdtem alázni. Nagyon-nagyon mellé. Nem tudom őket kilőni, de megvan az információt hordozó emberke. Megvan a másik is, de nem tudtam megölni elsőre. Ne! És egy pont ide is néz, és nem tudom ellőni. Jaj, ezt lehet, nem is bírom átlőni? De átbírom lőni. Á, nem bírok innen pontosan lőni addig. Na, most sikerült átlőni, most nem volt ott. Na, hagyjál már. Igen. Azt a szentűt kéne lelőni. Hogyha sikerült ugye föl nyomni a fegyvert, és így sikerült lelőni a szentűt. Nagyon van, srácok, akkor ezt a kis Mario Kartot még lejátszuk, ezt úgy sem láttátok még. Az arról szól, hogy arra a blokkra, most arra a nézetre kellene rámenni, amelyik majd villogni fog elvileg zölden. Úgyhogy ez is mókás tud lenni. Főleg, hogyha leesel akkor is vissza tudsz még repülni. Látjátok, most éppen ide kell jönni. Sikerült is. Jaj, azért eléggé megnézett. Ne. Azt a mindenit, és igen, egyébként ide esők le, amiről tökre horrorisztikus szerintem. És voltam olyan béna, hogy lelökettem magamat, hogyha szabad így ezt mondani. Úgyhogy ilyenkor elég visszajövünk, és újra tudunk majd menni, hogyha minden jól megy. Bejövünk ide szépen, és nem mehetünk is. Tökéletes. Most azért megpróbálok én is másokat lelökni. Ó, valamit kaptam. Lehet, hogy ütközni kéne velük, és akkor kapok cse. Nem igaz. Ez nagyon komoly. De valakit is megöltem. Úgyhogy büszke vagyok nagyon magamra. Főleg egyébként egymást öltük meg, az a vicces. Na jól van. Visszajövünk szépen. És mehet is tovább a móka. Amúgy elég izgi, mert ugye egyre kevesebb helyen tudunk csak menni. Addig marad, addig megy ez a játék, hogy csak egy marad a főgyőztes. Jó. De mi?
Mit csinálsz? Leugrott a széléről, basszus. Hát ilyen nincs. Jó, nem baj, most visszarepülünk, és most már mindenkit le fogunk lökni a fenébe. Lehet, hogy mi is le fogunk esni, de az meg mellékes. Jó, most melyik színnel vagyunk? Kékbe vagyunk, akkor pirosokat kéne lelökni, ugye? Jó van, változunk már vissza. Oda átmegyek, és akkor itt fogok szerintem visszaváltozni. Így van. Ott van valaki, ott van valaki? Nem bírtuk lelökni sajnos. Ne, az közel volt. Jó, megint van egy kis charge-unk, vagy mi ez? És megint leesek. Na jó, srácok, ezt szerintem nem nekem találták ki. Na mindegy, szerintem jelezzétek akkor egy like, hogyha szeretnétek még ilyen videókat. Én minden esetre most búcsúznék, legközelebb még találkozunk, de addig is még.